Nem baj, még egyszer elmondom, ugye? Tehát Laci azért imádkozott Raggel, amikor itt dicsőítettünk az oltári szentség előtt a plébánián, hogy legyen ez a mai nap életre szóló emlék mindazok számára, akik ide jönnek. És ez felhozott bennem egy emléket, és tudatosította bennem azt, hogy ma július 15-e van, ami számomra személyesen egy nagyon különleges nap, és ma reggel döbbentem rá a szervezés kellős közepén, az ima közben, hogy nekem már életre szóló emlék a július 15-e, és Isten ajándéka számomra ez a nap. Isten különleges utakon vezet minket, csodálatos az ő terve. Ő az, aki a sebeinket gyógyítja. Hiszem azt, hogy Isten azért küldte Jóbi atyát, hogy Isten gyógyítani akar minket testi-lelki sebeinkből. És Isten úgy gyógyít, hogy sebet üt, de be is kötözi, ahogy mondja Jób könyve, Jóbi atyának a védőszentje, Jób könyvében azt mondja, hogy sebet üt, de be is kötözi. Mi emberek a bűneinkkel sebet ütöttünk Krisztus testén. Antal testvér, egy ferences atya azt mondta, hogy Krisztus sebeiben inkább látja az ő szeretetét, mint a saját bűneit. Tekintsünk mi is így a saját sebeinkre, hogy lássuk azokban inkább Isten szeretetét, mint a saját bűneinket. Isten hozott téged, Jóbi atya, mi magyarosan úgy mondjuk, hogy Jóbi atya. Isten hozta a tolmácsot, Cseri Mátét, szeretettel köszöntelek, és mindenkit, akik itt vagytok, minden segítőt, mindenkit, aki bármivel hozzájárul ehhez a naphoz. Még napközben van lehetőség arra, hogy hazatelefonáljatok és elhívjátok otthonról azokat, akik főznek, vagy a szomszédot, mert a nap délután 16:30 tart. Most vagyunk a csúcson, a szentmisén, de a nap során még hívjatok embereket. Tekintsétek úgy ezt a napot, mint a Jézussal való különleges találkozást. És legyünk úgy, mint az evangéliumban, hogy amikor Jézus valahol járt, akkor az nem egy ilyen előre magért forgatókönyv, program volt, hanem útközben alakult. Látták, hogy történik valami Jézus körül, és hívtak még embereket. Ne legyünk restek Jézus után futni, és ne legyünk restek Jézus után futtatni az embereket, vonzani őket. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónan, a mindenható Istennek. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál.
Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan lesz, mint mestere. És a szolga, ha olyan lesz, mint ura. Ha a családatyát Beelzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igény. Köszönöm Istennek, hogy itt lehetek. Thanks be to Father Peter, who welcomed us here, so much love and affection. Nagyon szépen köszönjük Péter atyának, hogy itt lehetünk, annyira nagy szeretet van benne. To have a good priest, wonderful priest, as a banished priest, is a blessing from heaven. Az, hogyha remek plébánusa van egy plébániának, akkor az csodás áldás, mennyei áldás. And you have it, Father Peter. És ez nektek megvan, Péter atya. Peter means rock. Péter azt jelenti, hogy kőszikla. He is the rock of Christ. Ő Krisztusnak a kősziklája. I know that you love him so much and he loves his people. Tudjátok azt, hogy ő nagyon szereti az ő népét, az ő nyáját. He is a very charismatic priest. Egy nagyon karizmatikus pap. And thank the Lord for the gift of his priesthood. És itt az ideje, hogy hálát adjunk a ő papságáért. In this holy mass, you may offer it as a thanksgiving mass. Ezt a szent misét ajánljátok föl, mint hálaadás, hálaadásból, hálából érte. As Father said, today is a special day in his life. Ahogy az atya mondta, ez egy különleges nap az ő életében. We all join in. Ebben egyesülünk vele. And offer this mass as a thanksgiving mass for the gift of his priesthood. És legyen ez a szent mise, egy háladó szent mise az ő papságáért. Halleluja! Halleluja! We are wonderful people. Csodálatos emberek vagytok. God is all the world. God is all the world. Csodálatosak vagytok, de Isten ennél sokkal csodálatosabb. There is a, today's gospel, Jesus said, do not be worried about those who kill the body, but be afraid of those who kill the soul. A mai evangéliumban azt hallottuk, hogy ne féljetek attól, aki a testet öli meg, hanem attól féljetek, aki a lelket öli meg. We have a body, we have a soul. Nekünk van testünk, és van lelkünk is. Soul is immortal, body is mortal. A lélek az halhatatlan, a test viszont meghal. Soul is not subjected to change, but body is subjected to change each moment. The cells are being renewed in our body. A lélek nincs kitéve a változásoknak, viszont a testünk
ahogy a sejtek építik föl, állandóan ki van téve mindenféle változásnak, minden pillanatban. I want the married couple sitting there to look at each other. Azt szeretném, hogy akik egymás mellett ülnek, azok nézzenek egymásra. A házas párok. Or those who know each other, look at each other. Nézzetek egymásra, bár ismeritek egymást. Was it the face, the same face 20 years ago? Ugyanazt az arcot látjátok? Is it the same face 20 years ago you're seeing now? A házas párok ugyanazt az arcot látják, amit 20 évvel ezelőtt? I'm asking this. Én ezt kérdezem. Is it? Igen vagy nem? What is the difference? Mi a különbség? Yeah, there are wrinkles. Igen, vannak ráncok. The face is very old. Öregnek néz ki az arc, idősebb lesz. Before it was gone. Before it was gone. Előtte teljesen más volt az arc, ugye aranyként csillogott, most pedig már megöregedett. As time passes over, it changes its exact place. Ugye az idő változásával, ahogy az idő változik, az arcunk is változik. This is what body is. Ez a test. It is changing. A test változik. Every birthday is proclaiming you are near to death, you are near to death, you are near to death. Egyre közelebb érünk a halálhoz, egyre közelebb. Every birthday is telling us one year already less in your life. Minden születésnapunk azt mondja, hogy ennyivel kevesebb van már csak az életedből. That is what earthly life is. Ezt jelenti azt, hogy halandók vagyunk, ez a halandóság. The greatest wisdom in our spiritual life is to understand this reality. Csodálatos bölcsesség, hogyha ennek a valóságát meg tudjuk érteni ebben az életben. The greatest wisdom on earth is to understand the life is passing and we need to work hard for the soul, not for the body. Ennek az életnek a legnagyobb bölcsessége az, hogyha megértjük azt, hogy az életünk halandó, a testünk halandó, és a lélekért kell dolgozni, a halhatatlan lélekért. When we realize that, we will stop loving the world, loving the body, we will start loving God and loving the soul. Hogyha ezt megértjük, akkor abba hagyjuk a testnek és a világnak a szeretetét, és Isten felé fordulunk, Isten fogjuk szeretni és a lelket. Pontosan ez az, amit a katolikus egyháznak a szentjei tettek. Do you know saints? Ismeritek a szenteket? Igen vagy nem? No, answer like this. Ez nem válasz. Válaszoljatok. Are you saints? If not, look at each other, you can see. Hogyha nem láthatok még szenteket, akkor nézzetek egymásra, és láthattok. Our parish is in the name of Martin of Tours. Turi Szent Mártonra van szentelve a templomotok. There are many saints, you know, Father Pio, John Paul II, Saint Mother Teresa, and Saint Monica, and other saints. Rengeteg szent van az egyházunkban, ugye Szent Mónika, Szent második János Pál, Páter Pió atya. So, in our family there are many members. A családunknak sok tagja van. There is father, there is mother. Van apa és anya. There is brother, there is sister. Vannak testvérek. There is cat, there is dog. Van kutya és macska. My question is that whom do you love more in your family? Az a kérdésem hozzátok, hogy kit szerettek a legjobban a családotokban? Answer. Mondjátok a válaszokat. Kit szerettek a legjobban a családotokban? I think people in this marriage don't love anybody. I think people in this marriage don't love anybody. Lehet, hogy ezen a plébánián senki nem szeret senkit a családban? Ez elég önző dolog. Do you love your dad? Do you love your mom? Do you love your children? Do you love your grandparents? And who do you love more? Kit szerettek a legjobban? A nagyszülőket, az unokákat, a gyerekeket? Ki az, akit szerettek? Everybody. Everybody. More love. De ki az, akit a legjobban, akit leginkább szerettek? God. They love God. God, apart from God in the family, I'm asking the family. Most Istentől kicsit vonatkoztassunk el, csak a családtagjaink közül kit szerettek a legjobban? Gyerek.
the children. They love the children. They love the children and some men. Van, aki a szüleit szereti, van, aki a gyerekeit. But this is the biggest lie I ever heard in my life. De ez a legnagyobb hazugság, amit valaha életemben hallottam. I'm going to prove that. Be fogom nektek bizonyítani. Imagine the family picture is taken along with you. Képzeljétek el azt, hogy egy családi kép készül, egy képet csinál a családban. És megkapjátok ezt a fotót a kezetekbe. És ki az, akit először megnéztek ezen a képen? Az apátokra néztek először? Az anyukátokra? A gyerekeitekre? Először saját magatokra fogtok nézni. Kit szerettek tehát a legjobban? Én saját magamat szeretem a legjobban. És ez az életünknek a nagy gondja. Ez a különbség a szentek és közöttünk. A szentek jobban szerették Istent, mint saját magukat. A szentek másokat is jobban szerettek, mint saját magukat. De mi magunkat sokkal jobban szeretjük, mint másokat. Ez a nagy különbség. Halleluja! 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 So, you said you have seen the pictures of saints. Tehát azt mondjátok, hogy láttátok a szentek képeit. What? You see? Láttátok egymást? Láttátok? You have seen your picture? Láttátok a saját képeteket? What does it mean? Mit jelent, hogy... I'm here. How do you see your picture? Láttátok a saját képeteket? What is the difference between the picture of saints and you? Mi a különbség a ti képetek és a szentek képei között? Ah, the halo. No difference. Somebody said no difference. He said that there is the halo. Ah, yes. On the head of the saints there is a halo, but on our head there is aura. Igen. Hogyha azt mondják, tehát az a különbség, hogy a szentek feje körül dicsfény van, és a mi képeinken ezt nem látjuk, ez a különbség, nálunk nincsen semmi. Ami a mi fejünk körül van, az semmi, az egy üresség. Ez a különbség a szentek és közöttünk. A szentek azok az emberek, akik a lelket becsülik, és nem a testet. A szentek Istent dicsőítették a testükkel és a lelkükkel is egyaránt. A dicsfény a fejük körül, a glória, az a dicsőségnek, a szentségnek a jele. Ez annak a jele, hogy mennyire szerették ők Istent. Ez azt jelenti, hogy mennyire volt szent az ő lelkük, mennyi szentség volt a lelkükben. A mai örömhír, a mai evangélium erre hív minket. Adjuk oda a lelkünket nagy komolysággal. Soul can be eternally damned. A léleknek megvan arra az esélye, hogy örökre elkárhozzon. De arra is megvan az esély, hogy örökké éljen, és üdvözlősége legyen. Halleluja! Mi fog történni az életünkkel a halál után? Három lehetőségünk van. Az első az az, hogy egyenesen a mennyországba megyünk. A második lehetőség, hogy egyenesen a kárhozatra megyünk. Néhányan azt gondolják, hogy ez nem valóság, ez nem fog megtörténni, ennek nincsenek. De mindenki megtudja majd a halála után.
jobb előtte megtudni. Third possibility, purgatory. És a harmadik lehetőség az a purgatórium. It is a place of purification. Ez a tisztulásnak a helye. When I came to Hungary, amikor jöttem Magyarországra, meglátogattam egy családot. And I happened to meet a little child. Volt ott egy kisgyerek. És Isten beszélt hozzá. Egy pici gyerekhez. És Jézus kinyilatkoztatott neki a mennyországról és a pokolról. És mondta az anyjának, anyukám, Jézus azt mondta nekem, hogyha valaki a kárhozatra kerül, akkor senki nem tudja onnan őt megmenteni. Még Jézus sem tudja onnan kihozni. Úgyhogy próbáljunk élni a mennyeknek. Ez a tanítás, ez a teológia. Hogy lehet az, hogy egy kisgyerek tud erről? Olvasta a Bibliát? Hát ugye vannak, akik a teológiát tanulják. Ez egy kinyilatkoztatás. Ez valóság. Halleluja! Testvérek, van egy csodálatos szent a katolikus egyházunkban. His name is Saint Francis Borgia. A ő neve Szent Ferenc, Borgia Szent Ferenc. Saint Francis Borgia. A Borgia Szent Ferenc. He is from Spain. Spanyolországból származik. He was the fifth duke in Spain. Ő volt az ötödik herceg Spanyolországban. He was campaigning for Isabella királynőt és Fülöp herceget szolgálta. Fülöp királyt. Hadd mondjak el néhány dolgot az ő megtéréséről. Ez a fiatal ember teljesen a világnak élt. Próbálta segíteni a királyát és a királynőt. És ezt az embert nagyon elragadta az Isabella királynőnek a szépsége. He loved her so much. Nagyon szerette a királynőt. But one day news came. De egyik nap jött a hír. She died at young age. Nagyon fiatalon elhunyt a királynő. And Francis Borgia could not be there. És Ferenc nem tudott ott lenni. Because he has gone for a war. Mert elment háborúskodni. And when he came, és amikor visszajött, néhány nappal később, the coffin was opened. Ott volt a koporsó, és nyitva volt. And he saw the face of Queen Isabella. És látta Isabella királynőnek az arcát. He was shocked. Teljesen megdöbbent. The beauty is gone. Elment a szépség, elmúlt a szépség. And he said, if I never knew who Queen Isabella was before, I would now never recognize the face. Tehát nem ismerte volna meg az arcát, hogyha nem ismerte volna Isabella királynőt előbb, hiszen a szépsége teljesen elmúlt. That moment, ebben a pillanatban Francis Borgia ekkor megértette, earthly life is passing. A földi életünk az elmúlik. Beauty is changing. A szépség megváltozik. Life is passing. Az élet elmúlik. But there is one thing that is eternally living and everlasting. De egy dolog van, ami örökké él és örökké tart. That is God. Ez Isten. Today onwards I shall serve God, not earthly queen and kings. Nem földi királyokat és királynőket kell keresnem, hanem Istent kell keresnem. Even in that incident, ebben az esetben there was a change in the life of King too. Történt egy változás. Francis Borgia decided to join in the monastery. Ferenc úgy döntött, hogy szerzetesnek áll. He became a Jesuit priest. És pap lesz. He became a superior general of Jesuit fathers. És a jezsuita rendfőnök lett. Our Pope Francis is a Jesuit priest. A mostani pápa is jezsuita. Francis of Borgia understood, even if I gain the whole world, if I lose my soul, I gain nothing in my life.
és Ferenc megértette, ez a szerzetes, hogyha még az egész világot is megnyerem, mit érek vele, hogyha a lelkemet elveszítem? Barátaim, hogyha amit összegyűjtünk ezen a világon, semmi nem fog velünk jönni ezek közül, amit meghalunk. Hátra kell hagyni a házastársat, a férjet és a feleséget. A gyermekeket is hátra kell hagyni. A kastélyeinket, a kacsalában forgó palotát is hátra kell hagyni. Az összes bankszámán levő pénzt is hátra kell hagyni. Üres kézzel fogunk elmenni erről a világról. Semmi nem lesz ezek közül veletek. A családtagjaitok fogják örökölni a bankszámlát. És a családtagjaitok szépen elveszik a tulajdonaitokat. Akik az életetekben soha nem álltak mellettetek. Soha nem szerettek úgy, ahogy szerettétek volna. Mindenre ráteszik a kezüket. De hogyha szeretetben éltek ebben a világban, mint Túri Szent Márton, segítve a szegényeket, akik minduntalan feltűnnek előttünk, legalább lesz egy kis szobácskánk a mennyországban. A földön vesztesek leszünk, de legalább ott leszünk a mennyországban. De hogyha a földön veszítünk, akkor cserébe, illetve akkor lesz bőségünk a mennyországban. Menjünk a templomba, ott tanítást kapunk. Ez a templom a mennyországnak a megjelenítése. A pap azért van itt, hogy megjelenítse Jézus Krisztust. Mi imádjuk és dicsőítjük az atyát együtt a pappal és az angyalokkal. De ezt a földön legfeljebb 80-90 évig tudjuk tenni. De halál után, Jézus Krisztussal együtt, a Szentlélekkel és az Atyával együtt, a Szentekkel és az Angyalokkal együtt, a mennyországban ott szüntelenül lesz, folytatódik majd az imádás és a dicsőítés. Ma csodálatos lelki gyakorlatunk van. Végeztetek-e munkát Istennek? Segítetek a szegényeknek, akik előttetek vannak? Akik naponta elmennek mellettünk, a szegények, azokon segítünk? Segítitek a plébániát és az egyházat? Van időtök. Egészségetek. Van vagyonotok. Mindenetek megvan. És mennyit adunk ebből Istennek? Mennyit adtatok a munkátokból Istennek? Mennyit dolgoztatok Istennek? Egyetlen kérdés van az utolsó ítéletkor. Ugye a vizsgáknál általában az van, hogy akkor van lehetőségünk válaszolni a vizsgán feltett kérdésekre, amikor a vizsga ideje tart. De Jézus már a vizsga előtt odaadta nekünk a vizsga kérdéseket. És ez a vizsga arról szól, hogy be tudjunk lépni a mennyek országába.
Tehát az a dolgunk itt a Földön, hogy jól felkészüljünk erre a vizsgára. What is the first endeavor? Tehát akkor mi lesz az a kérdés, amit megkapunk? A Máté 25 beszél erről. Itt az utolsó ítéletről tanít minket Jézus. Amit a legkisebbek közül tettetek, azt velem tettétek. Amikor a szegényt segítettétek, akkor engem, rajtam segítettetek. Amikor a bebörtönzötteket meglátogattátok, engem látogattatok meg. A hitetlenek azok távozzanak tőlem. Ez a kérdés és válasz, amit feltesznek majd nekünk, és amit válaszolni kell a mennyországba való belépéshez. A szeretet nélkül, anélkül, hogy tevékenyen szeretnénk, hogy tevékenyen tennénk másokért, nem léphetünk be a mennyországába. Annak a szeretete, hogy segítünk másokat. Anélkül, hogy segítenénk Istent és az ő küldetését és az egyházat. A legnagyobb bölcsesség ezen a földön Istennek élni. A legnagyobb bölcsesség az az, hogy a lelkünkkel törődjünk, ne a testünkkel. Amikor eljövünk a templomba, akkor mennyi időt töltötök a készületkor a tükör előtt? Mennyi időt töltünk azzal, hogy a testünk elkészüljön, hogy készülődjünk? Mennyi idő alatt készültök el ide a templomba? És mennyi idő alatt készítek fel a lelketeket? Hogyha bármilyen kis pörsenés van a bőrünkön, akkor azt gyorsan lemossuk, és kenünk rá valami kenőcsöt, hogy szépen nézzünk ki. És hogy gondoltunk ki a lelkünkre? Hogy mennyi piszok van, mennyi mocsok van a lelkünkön? Mennyi bűn van a lelkünkön? Van irigység? Van büszkeség? Van vágy, bűnös vágy? Van megbocsát, amikor nem bocsát meg? Különbözőféle bűnök. Hogyha elvész a léleknek a szépsége, ma Isten arra hív minket, téged és engem, hogy lelki kozmetikumokat használjunk a lélekre. Ez a gyónás. Gyónjuk meg a bűneinket a papnak, Istennek. Mondjuk az Úrnak, hogy bűnösök vagyunk. Elvesztettem a lélek, lelkemnek a szépségét. Istenem, én egy új életet akarok, én újra akarom építeni az életemet. Én bűnös vagyok, Uram. Mentsük meg a lelkünket, testvérek. Azt, hogyha elrejtjük a bűnt, akkor az soha nem fog minket megmenteni. A példabeszédek könyvének a 28. fejezete. A 30. vers azt mondja, hogy akik megbánják a bűneiket, megmenekülnek. Áldásban fognak részesülni. De azok soha nem fognak üdvösségre jutni, akik elrejtik és titkolják a bűneiket. Mi az, ami az áldást az életünkben gátolja? Mi az, ami a gyógyulást gátolja az életünkben? Mi az, ami az áldást nem teszi lehetővé? Izaiás könyvében a bűneitek elrejtették az arcomat előletek, mondja az Istennek a keze nem rövid, meg tud minket menteni. Istennek a füle nem süket, hogy ne tudna minket megmenteni. De a ti bűneitek elrejtették az arcomat előletek. Mit kell tennünk ahhoz, hogy Isten arcát láthassuk?
Cleanse our heart. Tisztítsuk meg a szívünket. Purify our soul. Tisztítsuk meg a lelkünket. Matthew 5:8. A Máté Evangélium 5. fejezet 8. vers. Blessed are those who are pure in heart. They will see the face of God. Ez azt mondja, hogy boldogok azok, akik tiszta szívűek, látni fogják Istent. Blessed are those who are pure in their soul. They will have God's experience. Boldogok a tiszta lelkűek, a tiszta szívűek, ők meg fogják tapasztalni majd Istent. A Máté Evangélium 6. fejezet 36. vers. Először keressétek az Isten országát, és majd minden megadatik nektek. Jézus erre hív ma minket. Az egészen a mai napig el voltunk foglalva a világgal. El voltunk foglalva a családi ügyeinkkel. A mai nap Isten napja. Isten azért adta ezt a napot ma nekünk, hogy magunkban nézzük. Azért adta, hogy megtaláljuk azt, rájöjjünk arra, hogy kik vagyunk Jézusban. Hogy rájöjjünk arra, hogy mi a mi értékünk. És hogy megmentsük az életünket a mennyek országára. Kedves testvérek, Isten mindannyiatokat nagyon-nagyon szeret. Ő éppen beszél hozzátok. Gyertek hozzám. Teljesen mindegy, hogy mit tettetek eddig. Még mindig szeretlek titeket. Olvasom a ti lelketeket. Szükségem van az életetekre. Át van szúrva a szívem. Miattatok feszítettem meg a Golgotán. Azt szeretném, hogy megtapasztaljátok ezt a tiszta szeretetet. És Isten ezt nekünk adja az Eukarisztiában. Azt a szeretet adja nekünk, amit a világ nem adhat. Az Eukarisztiában ünnepeljük Istennek a szeretetét. Az Eukarisztia nem más, mint Isten szeretetének az ünneplése. Isten elveszi a bűneinket. Itt az Isten elveszi a fájdalmainkat. Elveszi a szomorúságunkat. És életet ad vissza. Elveszi az adósságainkat. És életet ad. Ez a csoda a Szentmisében. Járjunk az oltárhoz. Mondjuk Istennek, hogy Istenem, nagyon sajnálom. Bocsásd meg a bűneimet. A családomnak a bűneit. A nemzetemnek a bűneit. A nemzedékemnek a bűneit. Istenem, ma nagyon szeretlek. Többet akarok meglátni belőled. Istenem, én egy bűnös vagyok. Kegyelmezd nekem. Ezt kérem, hogy mondjátok a Szentmise alatt. És azt fogjátok látni, hogy csodák történnek az életetekben. Változások fognak beállni az életetekben. Halleluja. Ünnepeljük ezt a Szentmisét. Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Amen.